Sziasztok sporttársak, üdvözöllek titeket a mai videóban. A mai napon bemutatom nektek azokat az általam legjobban kedvelt és leggyakrabban alkalmazott biceps gyakorlatokat, amik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ekkora pajszereket növesszek. Mielőtt még belevágnánk a gyakorlatokba, vessünk egy pillantást a biceps anatómiájára. A biceps alatt a hétköznapokban a kétfejű karizmot értjük, latin nevén musculus biceps brachii. A bicepsnek van egy hosszú és egy rövid feje. A hosszú a törzsünktől távolabb eső, a rövid pedig a törzsünkhöz közelebb eső fej. A biceps brachii rövid feje a lapocka hollócsőr nyúlványáról, a hosszú feje pedig a vállizületi árok feletti gumóról ered, és mindkettő fej egyetlen imban, az orsócsonton, latin nevén a rádiuszon tapad. Funkcióit tekintve az alkart kifelé forgatja, vagyis szupinálja, a könnyökizületben végez hajlítást, továbbá a vállizületben is végez feszítést a karok előreemelésénél. És ha már a biceps brachiról beszélünk, akkor érdemes megemlíteni egy másik, a felkar frontális tömegének jelentős részét alkotó izmot, a brachialiszt. A brachialis a bicepszel ellentétben csupán egyetlen izületet, a könyököt íveli át. A felkarcsontról, vagyis humeruszról ered, és a síkcsonton, avagy ulnán tapad. Az alkar erős hajlító és a biceps brachii szinergista izma, tehát dolgozik minden az alkart hajlító mozdulatban. Ha edzésnél kifejezetten a brachialisra szeretnénk koncentrálni, akkor ajánlott az úgynevezett kalapás fogást alkalmazni. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy minden jellegű a könyökizületben végzett hajlításban részt vesz a biceps brachii és a brachialis is, tehát teljesen nem tudjuk izolálni egyik izom munkáját sem a másiktól, csupán azt tudjuk befolyásolni a fogásnemmel, hogy melyik izom vesz ki nagyobb részt a munkából, tehát hogy melyik a domináns izom a munkában. Oké, ennyi elég is volt az elméletből, lássuk, hogy a gyakorlatban milyen praktikákkal tudunk pár centit hozzáadni azokhoz a pajszerekhez és karhatalommá válni. Íme az első gyakorlat, biceps TRX kötélen, de nem muszáj, hogy TRX legyen, hogyha van egy foci kapu, vagy van egy erős köteletek, vagy egy nagyon-nagyon, tényleg nagyon erős faág, akkor ott is alkalmazni tudjátok ezt a gyakorlatot. A lényeg, hogy a karok körülbelül legyenek párhuzamosak, és igyekezzünk a bicepsünk feszítésével felhúzni a testünket. Ez nem csak egy biceps gyakorlat, hanem egy egész testes gyakorlat. Főként a biceps dolgozik, ugye látszik, hogy bicepsből húzzuk magunkat, viszont nagyon jól megdolgoztatja a core izomzatot is, és ügyelnünk kell a stabilitásra. A testünk dőlésszögével tudjuk variálni a nehézségi szintet, minél lejjebb van a felső testünk a talajhoz képest, annál nehezebb a gyakorlat. Igyekezzünk a negatív szakaszban a gravitáció ellen dolgozni, és kicsikét lassabban végezni a negatív szakaszt. Itt látjátok, hogy a dőlésszög variálásával hogyan lehet variálni a nehézségi szintet, tehát kezdőtől haladóig, profiig bárki végezheti ezt a gyakorlatot. Illetve a terpesz szélességének variálásával tudjuk variálni a core izomzat munkáját is. Minél szélesebb a terpesz, annál kevésbé kell stabilizálnunk a core izomzattal, tehát annál könnyebbé válik a gyakorlat. A következő gyakorlat személyes kedvencem, imádom. Igyekszem minél előrébb ülni az ülésben, tehát hogy legyen hely hátra húzni a tarkom mögé a rudat, és igyekszem a karjaimat körülbelül párhuzamosan tartani. Ezt lehet egyenes ruddal végezni, francia ruddal, tehát ami a francia rudhoz hasonló, tehát hajlított, kötéllel, kalapácsfogással, kötéllel, beforgatással. Ennél a gyakorlatnál csak a képzeletünk szab határt. A következő gyakorlatot szintén imádom, ezt valószínűleg már láthattátok egyéb videóimban. Igyekszem a felkarokat szorosan a testem mellé zárni, a vállak, illetve a könyökök a földön fekszenek, és nem emelem el a könyökeimet sem a vállaimat a földtől. Nagyon jó az a gyakorlat, mert izolálja a bicepset, tehát nem tudok csalni, nem tudom lóbálni a testemet, nem tudok lendületet venni. Aki derék problémákkal küzdik, annak javaslom ezt a gyakorlatot, ugyanis ez leveszi a terhelést az alsó háti szakaszról. Itt csak a biceps dolgozik, és nem tudunk csalni, nem tudunk lendíteni, nem tudunk lóbálni, tehát ez tökéletesen izolálja a bicepset. Habár, amint láthatjátok, a mozgás tartomány az egy kicsikét rövidebb a kelleténél, viszont az kárpótol minket, hogy nem tudunk csalni a gyakorlatban, tehát csak a biceps dolgozik.
A most következő gyakorlat az egy kicsikét eltérő a szokásostól, drag curlsnek hívják, Smith gépen szeretem végezni, párhuzamos fogást alkalmazok, és arra koncentrálok, hogy a könyökeimet hátrafelé húzom, és igyekszem a vállaimat nem felhúzni. Tehát a vállak maradjanak pozícióban, és a könyököt a testem mögé próbálom húzni. És így próbálom minél feljebb juttatni a rudat. Szintén koncentrálok arra, hogy a rúd az szinte csúszson a hasfalamon, tehát a testem minél közelebb legyen a rúdhoz. Ezért szeretem Smith gépen csinálni ezt a gyakorlatot, mert így nem csak a könyökeimet húzom hátra, hanem egyúttal a testemet húzom a rúdhoz. Hogyha ezt egykezes súlyzókkal végzitek, vagy rúddal, francia rúddal, akkor nem tudtok annyira rákoncentrálni, de természetesen ezekkel az eszközökkel is lehet végezni a drag curls-t. És úgy szintén személyes kedvencem a falnál végzett csalásmentes biceps gyakorlat. Nagyon fontos, hogy legyen mindig egy kuka, kéztörlő és alkohol a közelben, hogyha rosszra fordulnának a dolgok. A lényeg, hogy a vállaimat hátrahúzom, a felkarok, a vállak, könyökök feküdjenek fel a falra, és végig ott tartom őket. És így végzek karhajlítást. Nem tudok lendíteni a testemmel, nem tudok előre lendíteni a karjaimat, nem tudok vállal besegíteni, tehát tökéletes gyakorlat arra, hogy izoláljam a bicepszemet. És szintén kíméli a derekat, mert itt sem tudunk hátra lendíteni, hátra lóbálni, tehát tökéletes gyakorlat derékfájósoknak és azoknak, akik kezdők, vagy akiknek nem fejlődik normálisan a bicepszük. Sportársaim, remélem, hogy hasznos volt a videó, hogyha igen, akkor ne felejtsétek el pörkölni egy lájkot, illetve ne felejtsétek el megosztani a videót azokkal, akiknek jól jöhet. Hogyha mutattam új gyakorlatot, akkor javaslom, hogy a következő edzésen próbáljátok ki, és kívánom, hogy az elkövetkezendő hetekben legalább 2-3 centi ugorjon a karotokra. És természetesen ne felejtsétek el megírni kommentben, hogy mi az a biceps gyakorlat, ami a videóban nem szerepelt, de számotokra a legjobban bevált. Sportársaim, köszönöm a figyelmet, nagyon produktív hetet kívánok nektek, mi pedig találkozunk a következő videóban. Sziasztok!